A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Köztér Extrát látják. A mai műsorunk vendége pedig DNS-né Fluk Györgyi, a 14-es választókerület önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntök Önt is, meg a hallgatókat is sok szeretettel és tisztelettel. Nos, a mai beszélgetésünk apropóját az adja, hogy elfogadta a város a városi költségvetést, és hát kiderült, hogy melyik körzetre mennyi pénz jut, és hát szeretnénk egy kicsit megbeszélni azt, hogy ebben az évben mi mindenre jut majd forrás, de szerintem majd még mielőtt erről beszélünk, egy picit menjünk vissza a választások óta eltelt időszakra, erre mondjuk egy évre, ami az a hátunk mögött van. Ugye volt egy nagyon nehéz időszak, a Covid időszak, talán még mondhatjuk azt, hogy a tavalyi év is ez volt, úgyhogy ez nagyon sok gátat vetett annak, hogy mondjuk felújításokat, beruházásokat lehessen kezdeményezni. Mi történt itt az elmúlt egy évben, és ez mennyire befolyásolta? Ez valóban nagyon befolyásolta, mert igazándiból én is attól függetlenül bejártam dolgozni, de úgy, hogy távol, tehát nem tudtam azt az ütemet tartani, amihez én hozzászoktam. És akivel szerettem volna, ő történetesen mondjuk beteg volt. Tehát itt ez egy nehéz. Annak örültünk, ha minél kevesebb ember nem találkoztunk, csak tudom azt, hogy a körzetemben már nincs annyi beteg, tehát gyógyulnak, mint amivel neki kezdtünk. És ez bizony befolyásolta a munkát is, mert ugye a dolgozók is, akik végezték töltetesen a járdaépítést, hát ők is csak emberek, és őket is ugyanúgy támadta ez a vírus sajnos. Na nézzük akkor végig, hogy mi történt, mi mindenre jutott, hát ugye forrás meg lehetőség az elmúlt időszakban. Ugye ez egy hatalmas terület, amiről beszélünk, a 14-es választókerület. Van benne egy rázbánya, van benne egy burtelep, egy köfém lakótelep, és ugye Börgönd puszta. Tehát így... Nem puszta. Börgönd. Székesfehérvár. Székesfehérvárnak olyan része, mint Maroshegy, Öreghegy, és meg, tehát ez most már az. Tehát Börgönd is, mint egy kisebb fajta városrész ezen belül. Igen. Megyünk így kifele Székesfehérvárról, és hát bár egy néhány kilométerre van egyébként tőlünk, de azért egy picit úgy olyan, mintha kívülállóbb lenne, közigazgatásilag mégsem. Itt mi minden történt az elmúlt időszakban Börgöndön? Börgönd az tulajdonképpen, most már érzik a börgöndiek is, hogy székesfehérváriak. Hát, hogy mondjam, nagyon-nagyon rendes emberek. Én, amikor képviselő lettem, Börgöndön életemben nem jártam, fogtam magam egy séta, hogy legalább megismerjem, és egy homokerdőben, homokvárosban találtam magam, tehát elejétől fogva fel kellett építeni. Olyan tündéri rendes hálás emberek voltak abban azon a település részen, hogy érdemes volt nekik dolgozni. Most már változnak a dolgok, nagyon sokan új családok költöznek ki, van terület, megveszik. Gyönyörű Börgönd, én ajánlom mindenkinek, hogy igen, menjen ki, ott vannak az állatsimogatók, ott van az a hatalmas nagy tó, tehát nagyon-nagyon szép Börgönd. És csak hát a börgöndieket is, nem tudom, hogy már elkezdjem mondani, nagyon megviselte ez a hosszú-hosszú esős idő. Mert hát ott nem lehet úgy elvezetni a vizet, mint a városba, hogy megy az árokba, és akkor megvan, hogy hova. Tehát itt ez nagyon problémás volt, mert van árok, csak nem tudni, hogy hova megy, és esetleg másik embernek a telkére befolyik. Tehát ez, amivel rengeteget küszködünk és kínlódunk. A másik pedig, ami volt, hogy a templomhoz vezető utca, az csak egy ilyen földút. Nagyon szép volt máskülönben, mert jobbra-balra gyönyörű zöldek, amit ugye most már fel kellett újítani, már meg is történt, csak most már annak meg fel kell élednie. De ellenben a járda az tönkrement. A járdán nem lehet egyáltalán bemenni, mert a sok eső miatt annyira lágy, hogy süllyed, de nem csak mondom, hogy süllyed, volt, aki térdig belesüllyed, tehát nem lehet
elmenni a temetőben, nem mehetnek ki a lakók a sírokhoz, ezért kell valamit tenni. És a Timár Tibor, egy nagyon tisztelem és becsülem őt, volt az, aki kiment, megnézte, és mondta, hogy ez valóban meg is van már a kivitelező, hogy felújítani, újból meg kell építeni. Egy ilyen zúzott köves, 3 méter széles út lesz, ami nagyon jó, mert kemény tartja a közlekedőket is, és amin végig tudnak menni a sírokig, és jöhet az eső, lecsorog, tehát ez nem okozza többet ezt a problémát, amiben éppen most szenvedtek, mert hát, volt haláleset is. Nem mindegy az, hogy az ember, meg nagyon sokan kimennek a szeretteikhez, viszont ott van a közelbe. Úgyhogy most ez meg fog szűnni, és továbbra is ezzel a területen úgy élhetnek, ahogy eddig. Most egy kicsit felidézve, hogy mi minden történt ott ebben a kis városrészben, visszakeresgéltem, hogy mi mindenről számoltunk be, és tényleg, hogy nagyon jó a közösségi élet. Igen. Meg hát ugye ott van, ahogy említette, az állatsimogató, ami ugye a közelmúltban azért felújításra került, vagy akár említhetném ezt a kis horgászt, tavat, aminek most ki kell puskáznom, mert láttam, hogy most már egészen új neve van. Horgász paradicsom? Igen. Így láttam az interneten, hogy de tényleg az, mert ott az. Szép kis faházak vannak kialakítva, akár éjszakára is meg lehet szállni, úgyhogy ez egy csendes kis nyugodt környezet. Igen, és de attól függetlenül például jó konyhájuk van, nem az, hogy itallal tömöm az embereket, nagyon jó konyhájuk van, és sokan kibennek Fehérvárról is, és onnan viszik az ebédi anyagát, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem Börgöndöt. Csak amit nagyon sajnálok, amit nagyon-nagyon szerettem volna, hát bízom benne, hogy polgármester úr, majd lesz már annyi pénzünk, hogy a közösségi ház. Az igaz, hogy a tónál ott a tulajdonos megengedte, hogy van egy, az a bizonyos nagyon szép étterme, hosszú, hogy ott lakossági fórumot, meg ott, ha össze akarnak jönni a helybéliek, akkor oda mehetnek. De egy közösségi ház az teljesen más. Az teljesen más, nem csak nézzünk a Fehérvárja, nézzünk a Köfémnél, hát nem közösség, egy kultúrház, de akkor is hát ott összegyülekeznek az emberek, és épülnek az emberek. Úgyhogy ezt bízom ez már benne, többször felvetődött ugye így a közelmúltban, igen, igen, bízom hogy kellene benne, polgármester, úgy, amikor, mert most tény is való, hogy nem állunk annyi fedezettel, hogy minden egyes képviselőnek a kérését lehetne teljesíteni. És még akkor sem a fontos. Mert hát egy pont egy ilyen fontos, nem tudom, hogy ekkorát ugorjak-e, mert elvégre a Köfémről beszélt, illetve a Örgöndről beszéltünk, hogy van a Verseci út. A Verseci út egy nagyon kecsik, egy nagyon régi, és most egy nagyon nagy forgalmat bonyolít le, átmenő forgalom, és ott van a gyár, és a gyárból jövő benne emberek, és ami szomorú, amit megígértek, nagy kocsik nem fognak, autók ott majd jönni-menni, de sajnos igen, és ez bizony nagyon tönketeszi az utat. És a másik, hogy keskeny járdát tudtam csinálni Timár úrral, csak egy nagyon keskeny járdát, mert nincs több föld, nem kész, akkor az autók nem tudnak menni. Tehát még azt se tudtuk, hogy egy korlátot teszünk, és ott az emberek nem tartják be, mint máshol sem a 30 kilométert, hanem sokkal többen haladnak. A Bakonai Tamással területbejárást csináltunk, és Köfém lakótelepen. Mentünk, hát egy helyen nem volt járda, ledöbbentem, hogy nincs járda. A földön kellett lenni, de esett egy kicsit az eső, nem tudtunk, lementünk mi is az úttestre. És jobb oldalon ott voltak a parkoló járművek, és akkor mi ott mentünk, előttünk egy anyuka a babakocsiba tolta a pici babát, hátunk mögött is jött az autó, előttünk is jött az autó. És akkor hátunk mögötti várt, mert a mellettünk lévő az elhúzott, tehát nem az, hogy szépen elhúzott. Tehát ez is egy kimondottan baleset veszélyes. És akivel voltam, a mérnök úrral, ő is mondta, hogy nem, ezt nem szabad hagyni, úgyhogy abban a pillanatban megtervezte a járdát, és tavaly év végén már el is készült. Egy nagyon szép, nagyon jó, tehát most már az emberek ott biztonságosan közlekedhetnek. Nagyon sok az autó. Nagyon sok az autó is. Tehát ez azért mondtam el, hogy ott is az úton, egy keskeny úton, ott parkoltak egymás után a dolgozók, a gyári dolgozók. És a lakó meg nem tud hazamenni.
Van még aztán területünk bőven, itt a Köfén mellett is, illetve ezen kívül. Ugye van a kórház területe. Erről is beszéljünk egy picit, itt is azért történtek dolgok, folyamatosan történnek dolgok. Meg hát ott van még a Ráczhegy és a Búrtelep. A Ráczhegy egy nagyon szép. Régen csak mondtuk, hogy van, de már most tartunk, hogy városból is kijönnek. Múltkor, hogy én is ott sétáltam egyet, városból kint voltak, leültek a padban, hogy mi de jó levegő van. Ott a sok fa, minden megszűri a levegőt, és valóban nagyon sokan kijönnek a városból is, és a helybéliek persze még többen. És a másik, ami nagyon jó, hogy az iskola gyermekei lejöhetnek közvetlenül erre a területre, tornaórát. Most az Entai iskoláról beszélünk. Igen, a tornaórát elvégzik, azon kívül. Múltkor ott éppen találkoztam a gyerekekkel, akkor a tanítónéni alsósok voltak, kivitte a gyerekeket, hogy jó levegő legyenek, és ott egy verset megtanultak közösen. Szóval az egy nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon szépé vált. Szép is volt az mindig, de most valahogy felé lett, és ami nagyon tetszik, hogy rengeteg fát ültettek most. Az egész területet beültették. És ez jó, mert ebben a melegben, amikor már süt tűz a nap, akkor legalább a gyerekeket, meg akik ott sétálnak, azokat árnyékolja. De nem csak ott kint azon a területen, ahol fociznak is, tehát ahol sétálnak igazándiból az emberek, hanem megyünk beljebb a sziklák közé, ami közvetlenül az iskola alatt van, hát egy nagyon szép terület. Polgármester úr egyszer kint voltunk, és akkor egy nagyon jó elképzelése van, hogy ott mit tudunk majd meg, vagy tudjuk megvalósítani, és az a gyerekeknek is nagyon jó lesz, a tanároknak is nagyon jó lesz, mert osztály lejöhet, rendes órát tartani. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szép. Kicsit talán, mintha ez egy ilyen eldugottabb része lenne egyébként a városnak. Én magam is, hát szerintem egy olyan 2-3 évvel ezelőtt jártam ott először, hogy nem is nagyon lehetett róla tudni, hogy milyen kis, tényleg kis gyöngyszem van ebben a környezetben. Ott az elkerülőnél, ugye itt az Apatini utcánál lehet bemenni, ha jól tudom, és tényleg kirándulásra tökéletes helyszín. Nagyon jó. Meg az, hogy jó levegő van. Érdekes, amikor mi ide költöztünk, hát az nagyon régen volt, férjem örök sétáló volt, és akkor ezt felfedezte, minden nap elment. Mindig azt mondta, hogy de akkor még voltak olyan kis madárkák, akik ott volt nem csak a kő, hanem volt föld is, és oda fúrtak maguknak kis fészket, és ott voltak, hát azok nagyon aranyosak. Tehát ez a Ráczhegy, ami mindenkinek jó, a környékbelieknek is nagyon jó, meg hát mondom, ledöbbentem, a városból jöttek, igaz, hogy hallottak róla, és hogy leültek is, hogy nagyon tetszett, nem csak úgy tetszett, hanem úgy érezték, hogy ez egészséges. Na és akkor ugorjunk ott a Búrtelep kórház környékére. Hát a kórház környéke, azt tudjuk, hogy borzalmasan túltehert a kocsikkal. Nagyon nehéz a közlekedés. Hála Istennek most már két nagy parkolónk van, de még így is kevés. De ez még hagyján, hanem én nekem megint a járda volt az, ami nagyon-nagyon melbevágott. Tudni, egyik reggel mindig azon az úton jövök be a városba, és hát ott nehezen lehet átjutni a Budai úton, mert ugye mindig megállítanak, stopp, és akkor egy idő után megyünk. És úgy figyeltem a járdát, hogy mennek az emberek, de az autók össze-vissza parkoltak. Tudni, az járdán én elestem. Meg volt repedve, elcsúszva, és elestem. És akkor azt látom, hogy egy édesanya egy tündéri kis gyermekkel a karján, meg egy nagy-nagy csomaggal megy. Na, Istenem, ha ők elesnek. A gyerek nekivágódik vagy a betonfalnak, mert ott egy betonfal van, vagy pedig az autónak, mi lesz. És akkor polgármesterhez bementem rögtön, kimentek, megnézték, és mondták, visszajöttek, mondták, hogy igen, tökéletesen igazam van, ezt azonnal meg kell csinálni. És meg is történt. Megtörtént, és egészen a Budai úttól, tehát végig a kórházig, de nem csak aznál a kórháznál, még a kórházhoz is bementek, mert ott is a járdát nagyon szépen felújították, hanem amikor jövünk visszafelé, ott a Halesznál, ott van a kórház, egy olyan kórháznak egy része, a fal, és ott is megy egy járda. És ott meg az azért veszélyes egy rossz járda, mert ott meg egy nagy árok van, az árok kibélelve ilyen betonlapokkal, és állandóan víz folyik.
Tehát az is egy baleset veszélyes, és sokan kihasználják, mert akik ebből a szárnyból jönnek, és mennek a Budai útra, itt végig mennek, és közvetlenül ott van a buszmegálló. De ez is elkészült, tehát most az nagyon biztonságos. És nem csak a járdákat, a parkolót is például, mert addig így álltak, hogy voltak, nem, megépítették a helyét, bejelölték nagyon szépen. Tehát mutat is, nem csak az, hogy valóban baleset ebből nem lesz, hanem mutat is. Mi az, ami most ebben az évben várat magára? Mi az, amire lesz forrás, és mennyi egyébként? Amit kellene csinálni, az a, amit az előbb is említettem, hogy ezt az utat feltétlenül fel kellene valahogy szabadítani, és úgy valahogy szélesíteni, hogy talán még az Arkonika ad egy kis területet nekünk, hogy ott valóban biztonságosan lehessen közlekedni, mert mondom, átmenő forgalom van, az, ami most van, átmenő forgalom, úgyhogy ez lenne nagyon jó, de jelen pillanatban, ami, hát vannak, amit, de ezek kisebb összegűek, a kórház környékén a járdáknak az örökös rendbetartása. Más jelen pillanatban nincs olyan, ami nagy összeget tart a háta mögött. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és megosztotta velünk a terveket és azt, hogy mi minden történt. Hát reméljük, hogy minden, amit említett most, ez hamarosan meg fog valósulni. Köszönöm. Amíg vagyok, addig igyekszem. Nekem nagyon fontos. Én szeretem az embereket, szeretem közöttük lenni, meglátogatni, beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. A Köztér Extrában DNS-nél Pluk Györgyit látták. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.